Jó napot kívánok, nagyon szép napot, kellemes időtöltés mindenkinek az M3 autóparkban. Vagyunk ez a kis vékony kéz, ez nem más, mint Concerto, aki nekünk mindig segít a bemutatókban. Rögtön nézzük és mutatja is nekünk, hogy egy fehér színű Focus kombit fogunk megnézni. Az évjárat 2011, és a motorja az egy 1.6-os TDCI motor. Ez egy 9-es lóerős, megbízható, alacsony fogyasztású, csendes kis moci, amit meg is fogunk nézni, mert hogy nálam van a második kulcsa is a kocsinak, mert hogy ez az autónak a motorja jelen pillanatban jár is, mint hallható, és ugye a fókuszokat úgy kell nyitni, hogy ezt szépen elfordítjuk a kis Ford jelet, és úgy elfordítjuk balra, majd jobbra is kinyílik az eleje. De először megnézzük a lámpákat, látjuk, hogy szép tiszta, áttetsző, nincs megsárgulva, nincs betörve, és a köcfény szórók is alul teljesen egészséges, jó állapotúak, és várják, hogy jöjjön egy jó kis ködös idő, amikor ők végre dolgozhatnak egy kicsit. Tehát akkor egyet balra, majd jobbra, és ki is nyitottam az elejét. Nagyon szép tiszta itt minden, és nem ez a lényeg, hogy tiszta, hanem főképpen az a lényeg, hogy ezt mind csendesen, egészséges módon teszi. Jó kis rózsaszín fagyálló folyadék, a vezérlését cserélték 147.000 kilométernél 2016-ban. Hát itt is volt egy 161.000 kilométeres, sajnos sok többet nem látok belőle, de van szervizkönyvünk szerencsére, úgyhogy sok mindent megtudhatunk még abból is. Tehát belenéztünk, meghallgattuk. Remélem mindenkinek tetszett, és tovább tudjuk így nézegetni az autót. Szépen zsebre tesszük, és visszahajlítjuk a Ford emblémát. Aki utána akar nézni, esetleg RXS 611-es számú autó, rendszámú autót nézegetjük jelen állás szerint. Ekosportos felirat rajta, senkit ne tévesszen meg, ez a nagyon szép kerék az autón, ez dísztárcsa, jó kis áttörős trükk a Fordéktól, de az Opelék is művelnek ilyet, és a Renaulték is, hogy mögötte egy nagyon szép formájú lemez felniben, és maga a felnire tökéletesen illeszkedik ez a szép alufelni hatású dísztárcsa. A gumik azok jó állapotban vannak rajta, és egy nagy, tágas csomagterű autót fogunk most közelebb is megnézegetni. A járművünknek a hátulja olyan, mintha új lenne különben, semmiféle leverés, semmiféle piszok, még egy porszemet se láttuk itt. Nagyon szépen rendben tartott autó, vagy legalábbis nagyon jó dolgokat vittek benne, szerintem lehet, hogy csak szivacsot. Nézzük meg a rólóját, ez tökéletes, ez egy kivehető róló, ott mutatja a nyíl, hogy ki tudjuk belőle venni, és ha kivesszük belőle, akkor lehet csak igazán még nagyobb csomagteret készíteni, mert ezt így elvesszük, és utána lehet dönteni az üléseket. Most ezt nem fogom megoldani, de mutatom, ennyi az egész különben. Még el is lehet érni, jó méterre van ide tőlem. Ha ledöntjük az üléseket, akkor pedig egy szuper fekhelyet lehet kialakítani. Körülbelül 2 méter lehet ez a hátsó résztől az első üléstámlájáig. A gázrugónk rendben van, szépen tartotta az 5. ajtót. Ja, és ide bele akartam még kukucskálni. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mi van alatta. Pótkerék van alatta, méghozzá egy kis virslis fajta, tehát 80-nal tudunk vele közlekedni, hogyha felszereltük ezt a Hankook márkájú valamit. Közben jól nézegessük meg, hogy ez egy teljesen eredeti, szép hátsó fertály, ami itt látható. Most jön az autónknak a hátsó része. Nagyon szép szövetkártya itt van benne. Kellemes illat van az autóban, nem cigis kocsi. Benne vannak a fejtámlák, és ott láthatjuk azt, hogy légzsákos az autó, függöny és oldallégzsákos. Hátul kézzel tekerjük az ablakokat, amik ilyen szép zöld színűek. Elő. Viszont van két szép gombunk itt ebben az ezüst ágyazásban. Megy lefelé, fölfelé, és két darab elektromos tükör is szolgálja nekünk a visszafelé tekintésnek a lehetőségeit. Itt fogjuk megnézegetni. Működik ő is. Állítható az ülésmagasság, nagyon szép ülései vannak, nincs megkapva, nincs kiégetve, nincs bele csokizva, és nincs benne semmiféle retek. Nézzük meg az ülés után a kormányt is.
egy nagyon szép kis bőrkormány. Ezt lejjebb veszem, mert iszonyatosan fűtök. Már nem kell. Van zenevezérlőnk, van tempomatunk, és 100, megpróbálok árnyékolni, 164.103 km futású, mint látható, egészséges, szépen veszi a fordulatot, és kéne tankolnunk is, én úgy látom, meg be van húzva a kézifék is. A második kulcsát itt látjuk, mind a kettő tevereintős, mind a kettő, ugye, három lehetőséget biztosít a gazdának, mert hogy nyitja és zárja az autót, és utána pedig a csomagteret tudjuk vele kinyitni. Hallani is halljuk a zárhangját. Így, és akkor indítsunk egy újat, kezdjünk egy új lapot, és újra indítjuk az autónkat. Ugye jó kis világítás van itt a háttérben, a napsüt szerencsére rendesen, viszont aki nem látta, mondom, hogy van benne ugye menetstabilizátor, ABS, amit még egy plusz ilyen biztonsági extra az autóban. Aztán fölnézünk ide balra, egy szemüvegtartó. Ezt lehajtjuk, ebben van tükör, lehet nézegetni magunkat. Világítás is van itt? Van. Ő is működik. Középső konzol, azt mondja, hogy egy CD rádió van itt. Még hozzá, én azt hiszem, hogy ugye van AUX csatlakozó is, ott látjuk ezt a kis szürke gombocskát, vagy nem gomb, mit tudom, ilyen ajzat, amivel bele tudjuk dugni a kis kütyünket. Ford 6000 CD. Hogy indul el? Jujjujjujj. Oké, teljesen jól szól. Itt az AUX csatlakozó, AM, FM, és akkor ugye a telefonunkkal tudunk majd kommunikálni, hogyha össze van dugva. Azt mondja, hogy manuális klímát találunk benne, aztán hátsó szélvédőfűtés, 5 sebességes kéziváltó, gyönyörű kopásmentes bőrkéje van, krómozással ellátva itt, és pohártartókat látunk itt. Közben Feri és Peti kollégám a szervizkönyvén ügyködik, és azon, hogy még van még extránk, mert hogy 23-12-14-ig tartó műszaki vizsgája van a járműnek. Tehát egy friss műszaki autó, teljesen rendben van, és egy nagyon szép belső, én azt gondolom, egy teljesen kopásmentes, nagyon szép belső van ennek az autónak. Itt vannak a szervizbejegyzései, amiket így utólagosan meg tudunk nézegetni még, és ezen kívül megvan az összes gépkönyve leírásai, kis Fordos táskája neki, úgyhogy ezt el lehet tenni, ezt lehet olvasgatni. Köszönöm szépen a figyelmet, az M3 autóparkban megtalálható ez a szuper kis Ford Focus 1.6 TD című, tényleg nagyon alacsony fogyasztású, 5-6 liter körül simán elmegy, országúton még szerintem ez alá is be tudjuk tenni simán, hogyha nem száguldozunk, úgyhogy bátran lehet jönni, lehet bele cuccolni, és jó messzire elmenni kevés üzemanyaggal. Köszönöm az érdeklődést, köszönöm, hogyha nyomtok egy ilyen jelet a videónk végére, hát így értek el velünk. Ja, és hát nézzetek meg a következő videónkat, mert hogy én azt gondolom, hogy már indulunk is, és már is rakom egyesbe, és egy rövid próbautot fogunk tenni ezzel az autóval. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, sziasztok!